Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na, ha már itt botrányokról esett szó, ugye egymást érik a magyar ellenes támadások Romániában, az Úzvölgyi temetőről mindenki hallott, de hát most ugye elítélte a volt kolozsvári magyar alpolgármester asszonyt a legfelsőbb bíróság. Ön mit lát, milyen tünetek ezek, milyen mélyebb folyamatokra mutatnak rá itt a kampány hajrában? A kampány hajrában meg az elmúlt években is azt láttuk, hogy folyamatosan kísérletet tesznek arra egyrészt, hogy megfélemlítsék a magyar politikusokat, elvegyék a kedvüket attól, hogy politizáljanak, másrészt pedig a megszerzett jogokból visszavegyenek, elsősorban bírósági eszközökkel, adminisztratív eszközökkel, nem feltétlenül a törvényhozásban. A törvényhozásban ki tudtuk védeni az ottani kezdeményezéseket, mert van jó bőven ezekből is. Tehát tulajdonképpen van egy olyan kísérlet, hogy az elmúlt 20-20 akárhány esztendőnek az eredményeit lenullázni, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy a közbirtokossági erdőket támadták, meg a tulajdon jogot kérdőjelezik meg, és kutatnak folyamatosan az egyházi vagyonok ellen is, amit már visszaadtak, keveset ugyan, de amit visszaadtak, azt is megkérdőjelezik helyel közzel. Tehát van probléma elég. És a következő években ez nem fog csökkenni, nem lesz ebből kevesebb, ez nőni fog. Különösen, hogy ha azt látják, hogy meggyengül a magyar közösségnek az összetartó ereje, a szolidaritása, hogyha kap egy ütést, akkor nyilván kihasználják azt, hogy gyengébbnek tűnik, gyengébbnek látszik. Na, ha már itt tartunk, akkor ugye 5%-os küszöb környékén, vagy egy árnyalattal alatta mérik az RMDSZ-t a legfrissebb kutatások szerint. Romániában alapvetően azon múlik, nem, a magyar jelölt lista támogatottsága, hogy mekkora a részvétel. Most aznap lesz egy korrupció ellenes népszavazás is. Ez hogyan hathat az RMDSZ esélyeire? Mozgósítja a választókat mindenféleképpen a népszavazás, hát éppen ezért is írta ki az államfő, hogy az őszi elnök választás ebből a szélből valamennyit most már a vitorlájába kifogjon. És a román belpolitika az nem is szólt egyébről, Európai Unióról egyáltalán nem szólt, semmilyen európai téma nem volt, csak egy belpolitikai harc. Nagyon komoly kormányzati feszültség. Nagyon komoly, persze, ellenzék, kormányzati összefeszülés. A kérdés az, hogy a magyar részvétel a román részvételtől elmarad-e. Ebben a pillanatban ez az igazi kérdés. Magas lesz a román részvétel, és hogyha a magyar részvétel nem lesz hozzá hasonlóan magas, akkor valóban ugyanannyi szavazata, mint 4 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt, 5% alá csúszhatunk. Ilyen mérések vannak, ilyen előrejelzések vannak. Nekünk is az a fontos, hogy mozgósítsunk, mert egyrészt van egy történelmi lehetőség, ezzel élni kell, hogy a Kárpát-medencei magyar szolidaritás jegyében van egy fórum, ahol együtt tudjuk képviselni a magyar ügyet, az európai ügyet, a jó ügyet Brüsszelben, az Európa Parlamentben, és ebből kimaradni történelmi vétek. Ez nem olyan, hogy 26-án elrontottam, aztán 27-én korrigálom. Na, egész pontosan, akkor ott maradnak a következő 5 évre. És a román pártok nem fogják képviselni a magyarokat. Nem lesz az erdélyi magyaroknak hangja az Európa Parlamentben, akkor, amikor az Európai Unió változni fog. Brutálisan fog változni, mert másképpen vesztese lesz ennek a hatalmas mostani versenynek, amiben mindenki benne van, és ott nyilván azt szeretnénk, hogy ezek a változások olyanok legyenek, amelynek mi is alakítói tudunk lenni, nem csak elszenvedői. Ezért mondjuk, hogy ez a választás rettenetesen fontos. Nagyon fontos. És próbálunk mi is mozgósítani. Nem maradjon el a magyar részvétel a román részvételtől. Korábban magasabb volt, nem? Általánosságban magasabb. 2000-es évek elejéig, igen, a 90-es években. 2009-ben még biztos. 2004-2008 körül ez megtörni látszott, de azt gondolom, hogy ma egy jó mozgósítással, jó érveléssel, jó biztatással fogjuk tudni tartani. Kell tartanunk. Másképpen komoly ütést fogunk kapni. Én azt szoktam mostanában mondani, hogy nézzétek, az a helyzet, hogy Marosvásárhelyen, ahol 45-46%-nyi magyar ember van, 2000-ben kaptunk egy ütést, és azóta nem tudunk talpra állni. Ez azt bizonyítja, hogyha egyszer nekiestek a közösségnek, és azt látják, hogy meggyengült, olyan, mint a nyáj, amikor szétrebben, attól a pillanattól kezdve összeszedni sokkal nehezebb. Valóban nem olyan, amikor elrontottam a mondatot, és nem talál az alany az állítmánnyal este, reggel újraolvasom és kijavítom. Ez így nem fog működni. Ezért azt mondjuk, hogy mindenki menjen el szavazni, vegyen részt a választáson, szavazzon az RMDSZ-re, szavazzon a magyar képviseletre, és 2 igennel szavazzon a referendumra, meg 2 kérdés van a népszavazáson. Mi azt javasoljuk, hogy mind a 2-re igennel lehet szavazni, jó, bátran, semmiféle fenntartásunk nincsen ezzel kapcsolatosan. Mik lehetnek azok a tényezők, amik otthon tartják a magyarokat? Hogyan lehet ezeket kiküszöbölni?
Brüsszel messze van egyrészt, másrészt van kiábrándultság a politikából, és az a bírálat, amit ellenünk megfogalmaznak és lépten nyomon hallani lehet, az a mostani kormánykoalícióval való parlamenti együttműködés. Ez egyébként egy laza együttműködés, nincsen ennek olyan súlya, mint amit az emberek tulajdonítanak, de én azt mondtam, mert megkérdezte tőlem egy esperes, hogy megérte-e. Én azt mondtam, hogy nézze, esperes úr, a PSZD holnap nem lesz. Ez olyan, mint a tavalyi kolbász, véget ér, elfogy. Viszont ha megmarad a római katolikus iskola Marosvásárhelyen a következő 10 évben ott lesz, hogyha megvédtük a közösséget attól, hogy olyan közigazgatási átszervezés legyen, amely megváltoztatja az etnikai arányokat, mert elfogadtattunk egy ilyen törvényt. Ha marad a nagyváradi pedagógus képző, magyar pedagógus képző, és sorolhatnám azokat az intézkedéseket, amelyeket átvittünk a parlamenten, akkor azt gondolom, hogy ez a pragmatikus együttműködés, ez helyes volt. Mert nem szól sem közeledésről, sem szerelemről, sem ideológiai azonosságtól, attól nagyon messze vagyunk, hanem egyszerűen A pontból B pontig el kell jutni, 2,5 év alatt ennyit eltel. Lehet, hogy ez már holnap a múlté lesz, lehet, hogy a jövő héten nem folytatjuk, mert ez nem fog a végtelenségig tartani, ezért érvelünk mindig ezzel a pragmatikus transzhumanizmussal, ha szabad így fogalmazni, hogy amikor elindulsz egy úton, a parlamenti 7%-othoz valamennyit hozzá kell tegyél, és nekünk ebben az időszakban ezt sikerült hozzátenni, más nem volt, amit hozzátehettünk volna, de a bírálatok azok innen, más semmilyen bírálat igazából bennünket nem ér. Ez az egyedüli, amit megfogalmaznak azok, akik azt mondják, hogy hát azért ez nem biztos, hogy rendjén van, én ezt elfogadom, tökéletes politikus, tökéletes. Hát az érdek akkor is közös. De közös akkor is magyar közös. Érdek van. Akkor is magyar érdekről beszélünk, magyar ügyről beszélünk, és arról beszélünk, hogy nem hagyhatjuk, hogy Brüsszelben a következő esztendőkben csak a románok hangja hallatszódjon Romániából. Hát most csak visszautalunk az Úzvölgyi történetre, ugye ott a Bákum megyei területszerzés, vagy hát van egy ilyen olvasat. Területszerzés, az erről beszélik el Brüsszelben. A kegyelettel kapcsolatos kegyeletsértés az, hogy, és azt vissza fogjuk rendezni. Én azt mondtam, hogy addig nincsen tovább semmiféle együtt gondolkodás, nem lehetséges, amíg a betonkereszteket onnan el nem viszik, mert ez a kormányzatnak a feladata. Büntetőeljárás kell indítani a dormánfalvi polgármester ellen, minden létező szabály, törvényt megsértett, vissza kell állítani az eredeti helyzetbe a temetőt, és onnantól kezdve lehet arról tárgyalni, hogy milyen megoldás szülessen. Nyilván a két hadügyminisztériumnak a román-magyar hadügyi megállapodás értelmében a katonai sírok, temetők gondozásáról szóló megállapodás értelmében. De ez így nem maradhat, nem is fog így maradni. Meg hát erről beszélni kell Brüsszelben is. Az összmagyar együttműködés, a kárpát-medencei magyar együttműködés is kaphat egy ütést, hogyha ütést kap a romániai, az RMDS-nek a listája mondjuk, vagy az erdélyi magyarok együttést kapnak most a szokásra? Természetesen, hogy igen, mert alanyi jogon nekünk be kell tudnunk jutni, akár csak az MKP-nak felvidékről, és a Fidesz-KDNP, a Magyar Szolidaritást erősítendő bejuttatja azoknak a közösségeknek a képviselőit a Fidesz-KDNP listáján, melynek országai nincsenek az Európai Unióban. Így lesz délvidékről, lesz Kárpátaljáról képviselő. Az erdélyi magyaroknak ebből kimaradni, az történelmi vétek. Ezért én azt gondolom, hogy az összmagyar kárpát-medencei magyar képviselet ugye is gyengülne, és ezt is látni kell. Vannak helyzetek, amikor a nemzeti ügyet minden egyéb sértődés és esetleg fanyalgás elé kell helyeznie az embernek, mert nem tudja ezt korrigálni később. A többit azt mind utána lehet rendezni, és kell rendezni. Mit tesznek önök azért itt az utolsó napokban, hogy ezt a felelősséget felébresszék az erdélyi magyarokban? Hogyan mozgósítanak? Minden eszközt kihasználunk, ami törvényes, ami lehetséges, a találkozókat, a dortudorokat, ahogy mi nevezzük. Ezt a kampányt végigvittük így ilyen formában, azon kívül a médiában, a social médiában, a Facebookon, a közvetlen megfigyeljék az RMD-t. És közvélemény formálók is beálltak, és nagyon szívesen támogatták a mi kampányunkat, fölismerték, hogy ennek milyen súlya van. Belőni László, Böjte Csaba, és sorolhatnám hosszan azokat, akik beszálltak és segítenek a mozgósításban, mert érzik, tudják. Egy felelős ember, hogyha előre tekint, akkor látja, hogy ennek mi a súlya. Ez nem arról szól, hogy ki, mikor, hogy milyen mértékben sértődött meg. Ez nemzeti ügy. Tessék az erdélyeknek is felelősséget érezni magukért. Kelemen Hunor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.